Az ünnepen a meghívott parókuson kívül az egyház által működtetett Szent Borbála otthon is képviseltette magát munkatársaival és ellátottjaival. Bíró István atya összefoglalta, hogy miért tartja fontosnak azt, hogy az alapítvány és a templommal együtt celebrálhatott. A templom alapvetően a teljes közösségünknek a középpontja. Igazából a lelke, mondhatnám így, és ez az alkalom, amikor az egyházközség fenntartásában működő minden intézményt, illetve az intézménynek az használóit meghívjuk, hogy együtt ünnepeljünk. Ezek közül pedig az egyik legfontosabb jelenleg a Szent Borbála Szeretett Szolgálat. Itt mind a gondozónőket, mind az ellátottakat, családtagokat várjuk, hogy együtt ünnepeljünk ezen a születésnapon. Bíró István atya elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt igazemplénben szolgált, ahol Pál Miklós atya és ő szomszédok voltak. Mint mondta, kezdőpapként felnézett rá és példaképének tartotta őt. Hozzátette, hogy korábban már tettek kísérletet arra, hogy a sárospataki parókus szertartást vezessen Makón, ami végül a nemes évforduló kapcsán valósult meg. Pál Miklós atya megosztotta stábunkkal, hogy milyen témával készült a liturgiára. Mivel a templomnak a címünnepe Istenszülő oltalma, szeretném a prédikációban kihangsúlyozni azt, hogy az Istenszülő szűzanya mindig segítségünkre van. És különösen akkor, amikor különböző népek, nemzetek védőasszonyának választották az Istenszülő szűzanyát, mindig, hogyha egy nagyobb megpróbáltatás előtt álltak, akkor mindig szűzanya palástja alá gyűltek össze. És ennek a jelentőségét szeretném hangsúlyozni, hogy a mai embernek is van lehetősége az Istenszülő szűzanyához úgy közeledni, mint égi édesanyánkhoz, vagy mint gyermekeként. Az egyházközösség végül köszöntötte Bíró István atyát, aki immáron 10 éve áll a makói görögkatolikusok szolgálatában.